Sziasztok, kellemes időtöltés mindenkinek, az idő tiszta, és van egy szuper kis autó, mert beleültem. Az autó az egy Hyundai iX35-ös, velem van koncertó is, a gépkönyv is, a szervizkönyve is, 13-11. havi, 2 tulajdonossal a háta mögött. A járművünknek 105.912 km van, vezetett szervizkönyves, tehát igazolt, garantált kilométerfutása van. Egy nagy, magasan felszerelt darab, nem spórolt a gazdája, mert hogy ugye automata váltós, mint látjuk, és egy teljes bőrbelsőt kért az autóhoz. Ezen felül még van egy jó pár dolog, amit majd meg tudunk nézni. Tolatókamerás, tolató radaros, ugye a járművünk, sötétedik a tükör, és van egy fantasztikus, szép nagy üvegtetőnk, egyszer és kétszer, mert ugye elől-hátul van egy nagyon szép kis elektromos tető, ezt ugye el tudjuk itt húzni ezzel a gombbal, szerintem lehet szakaszosan megállítani, meg végigtolni az egészet. Nézzük a szervizkönyvét, itt van koncertonál rögtön, talán ez lenne a legérdekesebb rész itt kezdetnek. Megnéztem a legelső forgalomba helyezés dátumát, már is megnézzük pontosan, amit mondottam nektek, innen olvastam ki, 13-11-8-ai, és ugye X35-ösünk, az alvásszámát ott látjátok, és egészen 21-ig vezették a szervizkönyvét, 100.548-ig volt vezetve, végig márka szervizbe hordták, újkorától kezdve, 2 darab gazdája volt a papírjai szerint. Hát ugye sok mindent ide fölírtunk, mert nagyon magas felszereltségű. A motorja ugye 2000-es CRDI motor, ami 136 lóerős, 1995 köbcentis, ugye, és prémium fantázia névvel ellátott, mert ugye sok minden extra miatt. Már rögtön az extra az is benne, ugye, hogy kulcs nélkül indítású, elég, ha nálunk van. Egy ilyen kis start-stop gombbal tudjuk ugye beindítani, automataváltós, van benne start-stop rendszer, ülésfűtés balra-jobbra, és még hátul is van ülésfűtés, és ugye akinek szükségeltetik, ugye használni tudja az összkereket, ugye ezt be tudjuk kapcsolni, vagy ki tudjuk belőle kapcsolni, tehát magasabban lakó emberek vidéken, sárba, tenger, vízbe, ahol lehet használni az összkereket, ahol muszáj. Van egy érintőképernyős navigációs egységünk, amiben rádió is van, CD is van benne, Bluetooth is van benne. Itt vagyunk az Aulich Lajos utcában, ezt láthatjátok, és az M3 Autópark felé tartunk majd, ugye, mert onnan jöttünk. Van benne komputer, ugye, most ilyen pillanatban belőttem azt, hogy mennyit tudunk elmenni vele, 110 kilométerünk van még vissza, és 105.912-t futott. Állítható kormánya, itt a Bluetooth-unk, telefonvezérlő, itt a komputer kapcsolónk, itt a tempomatunk, és innen pedig a rádió megy tulajdonképpen. Működik benne minden különben, ahogy ezt megtervezték. Van benne kormányfűtésünk, télére mindenképpen jó fog jönni. Lejtmenetasszisztens van itt, menetstabilizátor, és a kormány szervó erőt is tudjuk ugye állítgatni ezzel a kis gombocskával. Megnyomjuk, akkor van egy sport, komfort, normál verzió, ami nektek kényelmes. Behajlik a tükör egy gombnyomásra, mind a kettő ugye. Centrálzárunk van, 4 elektromos ablak, és bal első az ugye automatás kivitelben készült. Most volt kitakarítva, nem akartam beletaposni még. X35-ösünk, majd ezt kiveszünk belőle, tehát a teljes belsős ugye bőr, elöloldal függöny, légzsákos az autó, és ugye hát fekete gyöngyházmetál az autónk, Bristol márkájú gumik vannak rajta, gyári alufelnikem, új tárcsák vannak hátul is, új betétek, ahogy látom. Menetfény elő, kötfényszóró, ugye Xenon lámpák lámpamosóval, és hallgassuk akkor meg kipatintottam. És az olajcsere címkét megtaláltam benne, méghozzá 100.548-ról, 21. hóból, hát 2 évvel ezelőtt volt benne az olajcsere ezzel az óraállással, mint látjátok. Tükörindexek, új tárcsa, új betét, szép felni jobbra is, általában itt szokott ledarálva lenni. Jó a gumi rajta, és ha szükségeltetik, akkor tudtok vele húzni kis utánfutót. Nem csuktam be. Na, megnyomjuk azt a gombot rajta, a centrál gombot, lehet, hogy bezártam. Ez nyitva. Így most már jó lesz. Itt a horog, ezt ide készítettem, meg tudjátok nézni, kis zacsiba van benne. Ha szükséges, akkor, vagy szeretnétek használni, akkor föl lehet rá pattintani. Ez ide hátul volt, még hozzá itt van bőségesen hely, ide betették. Van itt még kötelező tartozék, emelő, és a pótkerekünk is ugye alufelnire van szerelve. Hátul is van egy kis hangszorunk, mélynyomó gondolom, és az még megküldi nekünk itt a hangzást. Itt a kamera. Nézzük ezt a bőrbelsőt. Hát srácok, itt vannak velem Feri és Peti, látszik, hogy nagyon kényelmes, itt ezen el lehet szépen nyúlni, bele lehet huppanni, bele lehet csúszni, van itt pohártartónk, hogy még kényelmesebb legyen az utazás, Isofix gyerekülés bekötéshez, térképtartó, hátul is elektromos ablak, és mondottam, tehát jó, hogyha télen az ember befűti a fenekét a bőrülés miatt beül, még lekaparjuk a jeget, addigra ezt nagyon szépen megmelegíti a fenekünket. Oké. Gyere vissza, végén magától jól van, nem kell nyomni, csak egy gombnyomás, automata váltó, amit tudunk használni manuál módban is, még hozzá ide, ha áthúzzuk, plusz-minusz nyomunk, és akkor lehet használni úgy is, de most egyre nem piszkáljuk ezt, mert így kényelmesebb autózni. Végig megy az ablak, itt is a légzsák. Egy rendkívül kényelmes autó, csendes, bőséges erővel, fogyasztása 6 liter körül mondható szerintem egy ekkora motornak. Nagyon szépen húz, és finoman vált az autó, én ezt tapasztalom. Mindenki majd megpróbálhatja, aki kíváncsi a járműre. Elengedjük ezt a busztit. Beállítjuk addig a tükröt. Meg a másikat is. Tökéletes a futóműve. Ja, még miért elfelejtenem, tehát az autó 2 év műszakival kerül átadásra. 25.10.19-i dátummal lesz a forgalmiban a műszaki vizsga, 2 évet kaptok rá, vagy hozzá. Digitális 2 oldali klíma van benne. Visszagurulunk a telepre, betolatunk és várunk benneteket, hogy megnézzétek ezt a gépet. 9-től 6-ig vagyunk nyitva minden nap. Hétfőtől péntekig, szombat, vasárnap is be lehet jönni hozzánk. 9 és 12 óra között várunk benneteket. Nagyon frekvent, tehát jó helyen vagyunk, megtaláltok minket. 15. kerület, Szent Mihály út, 90 számban dolgozgatunk. Itt még megküldöm egy picit nektek, hogy nagyon szépen vált a váltó. Csendes az autó, jó a fék. És ide visszatolhatunk, megnézzük ezt a kamerát, hogy hogy is néz ki. Így, pittyeg, és mutatja is közben, hogy mi van mögöttünk. Tulajdonképpen csak kész akarva lehet neki menni valaminek, mert ez szól, csipol, csipog, és még itt dolgozik minden. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok, M3 Autóparkba találjátok meg az új Hyundai iX35-ünket. A viszontlátás!